Békessége háznak! Jó napot kívánok! Itt egy vőlegény követeként állok. Vőlegényünk Gergő arra adta szavát, kérjem ki számára drága jó mennyasszonyát. Esküvőre vinnénk házasság céljából, erősen van mostan ő szavaknak hiából. Hát én kérdezném meg ezen ház urát, elvihetjük-e célból csodaszép leányát? Most pedig indulás előtt a násznéphez volna egy kérésem, hogy a szertartás rendjét ne zavarják, mindenki keresse meg telefonja némító gombját. Mert hogy is adná az ki magát, ha az igen percébe, az Adida Didit szólna a légtérbe? Éj az ifjú pár! Jaj. Tisztelt vendégek! Szép fiatal lányok! Illős becsülettel én szólnék hozzátok. Mi mennyasszonyunk, Anita, azt szeretném most megtudni, hogy ki fogja majd az ő sorsát követni. Mint látjátok, itt a kezében nem egy díszes bokor, hanem egy szép, gyönyörű mennyasszonyi csokor. Ki ezt elkapja, az részen a tisztje, néki legyen leghamarébb az esküvője. Tehát megkérném a koszorús lányokat, parancs, ide felsorakozni előre, és a férjhez menni szándékozó egyéb hajadonokat, hogy szintén az Anita helyet foglaljanak helyet, sokat könnyen el tudják kapni. A három fogunk számolni, és a három eldobom. Az Olinak. Egy, kettő, három! Jönnek mindjárt az étrek szépen sorba, nosza uraim, maradjunk majd sorba, ki nem néz előre az ajtó vágja orba! Érdemes vendégek! Nem igazán örülök! Hitelen mellett a két kezem! De mielőtt a találhoz tudnálom, adjunk hálát az utunak! De hogy én sokat nem apolja, se kóró tárgyal semeket nem kapja, megyék hát már a kezem minden alatt. Ezt kívánom mindenkinek jó éjszakát. Azt tudjuk lába, pedig úgy eljön az átba, mint ez a két merőkanál lemeses tálba. Kaptam ezt arra. Szóval, mivel a fiatalok az igent már kimondták, ezt úgy ígyik, hogy egy érképületből is megoldja. Hajunk szó, Dunai! Hajunk szó! Itt odám azt a finom kapta vártást, akkor a vőlegényünknek mász a házfát, mászt adjunk a kis csikó édesanyját. Én meg van a legszebb koszorús lány, John Ligon! Meghoztam a sülteket, az általassuk férét! Mindenki köszönjük a kését! Megesszük a kakas meg a jercét! Rászlődöm a lába végét! Nyugodom a jelte barát! Nőlegényi megsinogathatja a feleséget, John Ligon! Halljunk! Na tisztelt hölgyeim és uraim! Most pedig lakodalmunk egyik fénypontja következik, ezért megértésüket kérjük néhány perc. Mennyasszonyunk most búcsúzik lányságától, gyertya fénykeringő a hallig hegedű húrjából. Kérjük is helyet adjon a kedves kis táncának, megértésüket köszönjük, rosszabb muzsikusok, hát akkor kezdjük! Well, yeah.